Magasztalunk téged, édesatyánk, a mai csodálatos napért. Magasztalunk téged azért, hogy minden igyekezetünket olyan türelemmel hordozott viselet. Meg vagyok előtted, hogy igyekeztünk tökéletesek lenni. Elkerüljük mulasztásokat, égbeszökő hibákat. Meg vagyok előtted, szerettünk volna megtartóan lenni a parancsolataidnak. Most mégis az ének elejét szeretném megvallani, hogy a törvényednek mi sem tudtunk elérteni. Meg vagyunk előtted, nekünk is szükségünk van arra a kegyelemre, amelyet te kínálsz a számunkra. Hadd magasztaljunk és dicsérjünk azért, hogy nem fogod még el a te irgalmad. Hogy még mindig tart ez az idő, ez a lehetőség. És ma valamit megint hozzá szeretnél tenni az életünkhöz, bennünket gazdagítani. Ajándékozz meg bennünket a mai napon is. A kegyelmet üzenetével az evangéliummal. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Énekkel készüljünk az ige meghallására. Az énekfüzetünk 28. oldalán található énekét énekeljük. Kegyelemből képetünk a Szent Jelen. Nincsen, aki értse. Nincsen, aki keresse Istent.
mind elhajlottak, valamennyien meggondoltak, és nincsen, aki jót tegyen. Nincsen egyetlenet sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúságára nyomulvan, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény hatálya alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj és az egész világ védkessé legyen Isten előtt. Mert a törvény cselekedeteiből senki nem fog megigazolni előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerősebb. Köszönöm mindenkit szeretettel. A római levél folytatását olvastam föl. És ennek a mai igehirdetésnek azt a címet adtam, egy nagy nincs van. A magyar tanárban köztünk akkor bizonyára nyílik a bicska a zsebébe, hogy lehet egyáltalán egy ilyen mondatot megalkotni, de valóban erről fog szólni az igehirdetés. Először egy kis ismétlés után megnézzük, miről szól az ige első része nagyon röviden, hiszen nincs vele mit vitatkozni, nincs igaz ember. És megnézzük utána, hogy miért is adatott a törvény. Mit tudunk a törvényről? Ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, ezek nagyon fontos ismeretek lesznek, úgyhogy ezzel a nyitottsággal kérem, hogy hallgassa a gyülekezet. Most viszont köszönteni fogjuk a mellettünk ülőket. Érdekes, hogy egész sokan vannak, ahogy látom. Valamint a hajtóságból is érkeztek, Isten hozott mindenkit a gyülekezetben. Kedves testvérek, egy picit ismételjük, hiszen az elmúlt vasárnapokon Pál apostol azzal kezdte, hogy bemutatta nekünk a világot, hogy mi is a valódi problémája az Istentől elfordult világ. Nem a klímaváltozás, hanem az, hogy fölcseréltük az élő, hatalmas, láthatatlan Istennek az imádatát, látható dolgok imádatára. Lehet, hogy a pénzt sorolod ide, lehet, hogy a sztárt raksz ide, lehet, hogy teljesen nehéz volt elfogadni Kálvinnak azt a mondatot, hogy a bálmány járom szél. Ha nem Istent imádjuk, akkor keresünk valami mást, akinek szolgálhatunk, akinek megtisztelő figyelmet szentelhetünk. De a mai világ, ha megnézitek, amely elfordult Istentől, ennek ez a fő problémája, hogy felcseréltem az Isten imádatát, az ő igényét és bölcsességét a saját bölcsességére, a természetes érintkezést a természetellenes érintkezésre, és így tovább lépett az apostol. Ugyanis megszólította a zsidókat, és azt mondta, hogy jó, hogy ti ezt végignézitek, és szörnyűködtök, hogy mi zajlik a világban, de ebbe a karámba ti magatok is beletartoztok. Mert miközben ítélkeztek, a közben ti magatok is ugyanazokat a dolgokat teszik. Mondok egyszerű példát, a könyvelő vagy, akkor tudod, szörnyűködve mondod, hogy milyen nagy pénzeket elkönyvelnek ott fönn. Kicsit meg tudod te is csinálni. Valaki hibázik, megmosolyod. Várunk 5 perc, ugyanúgy tudsz hibázni te is. Bosszankodsz egy mulasztás miatt, valaki elfelejtett fölhívni. Te még nem fordult el, hogy fel ez megtörténjen. Az apostol gyönyörű szépen felrajzolja azt a képet, hogy Isten mindeneket egybe kezdte. Zsidót és görögöt, egyházból távol élő, meg benne élő, és azt mondja, hogy nincsen igaz ember. Püspök úr szokta használni gyakran ezt a kifejezést, hogy coram Deo, Isten előtt. Isten elé terelte őket. Nem a Facebook közössége fogja eldönteni, hogy te mennyire vagy jó ember, nem is a saját értékítéleted, hanem Isten megítél minden szívet. Még a titkos szándék. És ez alapján az apostol megállapítja ezt a mai nagyon-nagyon-nagyon kemény hangzót. Nincs kivétel. Senki. Se te.
Mondanánk, hogy valami nagy egyházi méltós. Nem. Mondanánk, hogy valami különleges ember, aki egész életében erre gyűlt. Nem. Ki van csukva, hogy találjon a Földön egy igaz ember, aki a saját cselekedetei alapján odaállhatna Istened és mellőtt vele dicsekedhetne. Olyan jó látni, amikor múlt alkalommal a Jordán vizét így láttuk, hogy ketté választja az országot, a zsidók számon tartanak egy olyan helyet, egy ilyen kis öblöt, hogy mielőtt ez az édes víz belevonlana a sós tengerbe, ahol csak planktonok élnek, azok is nagyon kevés számnak, ahol megérzi a fal a sónak ezt a halálos ízét, számára végzetes pontot, és meg tudod fordulni, és az élet felé elindulni, ugyanúgy az apostol is ezt helyezi a gyülekezet elé, hogy nem veszitek észre, hogy az Istennek a hosszú tűrése, a jósága benneteket megtérésre vezet. Kálvin így fordítja, hogy vezet. Mert magunktól nem találnánk meg mégsem. Kedves testvérek, most tényleg tegyük fel a kérdést, ennyire rossz a helyzet? Vagy nincs kivétel? Én sem. Az sem, aki 20 éve gyülekezetbe jár. Lapozzunk egyet és nézzük meg. Az előbb Angliából jöttek haza keresztülők és kérdeztem, hogy hogy értik. G.I. Packer, talán így lehet angolosan ejteni. Ő fogalmazta meg, és mind a két mondatát ennek a teológusnak az olyan külön-külön, mint valami mazsola a testvérek figyelmében. Senki sem olyan rossz, amilyen lehetne. Hú, most ebbe belegondolj, jusson eszedbe egy olyan valaki, akit megíti az, amiért tudjuk, mert kocsmába jár rendszeresen, borostás, rosszagú, csúnyán beszél, dürmögével megy haza. Azt mondjuk, hogy még tőle is lehetne rosszabb. Lehetne Jézus. Lehetne a családját. Csüljetetne még erre is. Csak az az érdekes, hogy én is lehetnék rosszabb. Mi van, hogyha nem ilyen családba születek? Mi van, hogyha egy más világban élnék, háború idején, amikor muszáj lenne lopni, hogy életben maradjak? Lehetne ez rosszabb is. Menjünk a másik mondatra. Viszont egyetlen cselekedetünk sem olyan jó, mint amilyennek lenni kellene. Ez baj. Hogy amikor adakozunk, olyan milyennek van valami? Amikor valami jót teszünk, megkeres mondjuk egy ilyen kézzel szájjal festő egyesület, hogy vegyünk a termék, tényleg olyan tiszta segíteni akarás van bennünk, vagy le akarjuk az üzletkötőtől, moderátort, ilyen nevezet, pattintani? Mert ez a sokadik megkeresés. Vajon az, amikor te odafordulsz valaki felé, tényleg azzal a szeretettel tudsz odafordulni, amilyennel szeretnéd, hogy hozzám forduljanak? Nagyon elgondolkoztató. Amikor a proféta azt mondja, hogy a legszentebb cselekedetünk is csak olyan Isten előtt, mint a szentsuga. Tapozzunk. Nem olyan régen jelent meg egy amerikai igényéletőnek, Várkutánszkornak a könyvben, és miközben készültem, aközben gyönyörűen 7 pontban megfogalmazta, és nem tudtam jobban egyszerűen megfogalmazni, mint ahogyan ő teszi. Ezért az ő pontjait fogom a saját gondolatokkal, igékkel, amiket találtam hozzá megvilágítani. De figyelj minden egyes olyan üzenetét, amiben valamit megtudunk a törvényről. Először is azt olvassuk János evangéliumában, hogy a törvény Mózes által adatott, lesző, de a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által. A világ teremtését követően megalkotta az első emberpárt, Isten, aztán megtörténik a testvérgyilkosság, aztán egy nagyon durva időszak következik, amikor az ember megromlik, amikor lámek agyonült képes valakit csak azért, mert megsértette, megbántotta, és egészen addig, amíg meg nem kapja Mózes
az Isten újjával él ki őt ki utánban, addig épp úgy jelen van a bűn, de a fogad fogért, szemet szemért elérvényesül. Az emberek próbálnak saját maguk valahogy igazságot szolgálni. De amikor megjelenik az Isten törvény és azt mondja, hogy ne ölj, onnantól kezdve az ember ennek a törvénynek a szabályai ellen lép. Olyan jó látni, hogy ennek a mondatnak a második fele igaz, hogy a törvény Mózes által adatott, és a zsidóság évszázadokon keresztül próbált ennek szellemében élni, de világossá teszi János, hogy a kegyelem, az Isteni szeretet, és az igazság, hogy én Isten előtt igaz vagyok, Jézus Krisztus által jött el hozzá. Kettő közt az a különbség, hogy a törvény, ha én védkezek ellen, kimondja, hogy bűnös vagy. De nekem nem segít. És amikor megjelenik Jézus, majd látni fogjuk, hogy milyen csodálatos ajándéka Istennek, ő általa megigazulhatok. Ő általa megtapasztalhatok, hogy Isten, noha én bűnös vagyok, kész megbocsátani. Elkövetni a bűneimet. Értitek, hogy az első mondat ez a tény, hogy a törvény Mózes által adatot, rajtunk sokat nem felé. De a második feladat, a kegyelem és az igazság egyszer csak Jézus Krisztusban megjelenik. Lapozunk. Másik fontos dolog, hogy a törvény az egy lezárt rendszer. Mózes 5. könyvében találjuk azt, 12. fejezetben, de ez sok helyen megírja a Szövetség, mindent, amit én parancsolok, gondosan megtartsátok, semmi se tégy ahhoz, és semmi el ne vegyél belőle. Pedig milyen jó lenne? 10 parancsolatból 2-vel bajom van. Nem mondom el, hogy még, majd te magadéval fogad. És akkor azt mondanánk, hogy ezt vegyük már ki. A többi már valahogy mondjuk. Hát ez nem így működik. Ugyanis azt olvasom, mert ha valaki meg is tartja a törvényt, de vét egy pontja ellen, egészen bűnös. Mert ő, aki ezt mondta, ne paráznál, hogy azt is mondja, hogyha nem is esel paráznaság bűnébe, de ölsz, törvény szegül vétválsz. Kb. Soknak szoktam elmondani, hogy képzelj el egy 50 kiló súlyt, amely ott van a lábad fölött. A gerendán föl van rögzítve, egy nagyon erős lánc tartja, 10 láncemből áll, mindegyik láncem elbír akár 100 kilót is. De van egy van, az csak 30. Alá merni leállni. Alá menni a nagy lábúja. De nagy részt kibírja az a lánc, de van egy gyenge lánce. És nem véletlenül van a Bibliában annyi történet leírva, hogy vannak szuper jó emberek, különleges, kimátságos emberek, hitősök, de az egyiknek a paráznasággal van gondja, a másiknak a tekintélyel van gondja, a harmadik a szülőtiszteletben bukik el, mindenki. Ez egy zárt egész rendszer, ha egyben védkezel, olyan, mint hogyha az egészen védkeztél volna. Na most képzeld el, amikor autót vezetsz, és a KESZ szabályai szerint jársz el általában. Zsófi pontot tanul a KESZ. Most képzeljük csak el, de egyszer megállítanám a rendőr, és azt mondanám, majd amikor meg lesz a jogosítványa, hogy hát biztos, hogy én most siettem. Most ezt az 50-es táblát vegyük már ki, amiből az egész történet. Én most 70-nel mentem. Nem. A rendőr nem lesz ilyen elhelyező. Ugyanígy nem lehet a 10 parancsolatból csak úgy szemezgetni, és azt mondani, hogy hát én megtartom mindent, és mindig tapozzunk egyet. Ugyanis, hogyha te megtartod, akkor élsz. De ha nem,
akkor viszont te nagy bajban vagy. Mert rátetted az életedet arra, hogy a tetteid a törvény alapján akarsz megigazolni. Ez már gyermekkorodtól így van? Nincs a múltadban semmi olyan dolog, amivel nem kellene szégyenkezned Isten előtt? A mai nap csak meg tudtad tartani? Ha rájutsz a kalapács az ujjal, biztos, hogy nem jön ki az, ami valójában benne van? Kedves testvérek, és mi mégis hosszú éveket, évtizedeket töltünk azzal, hogy elhiszük, hogy jó emberek. És az Istennek a parancsolatai szerint lapozunk egyet, és nézzük meg, hogy mit tudunk még meg. Történetesen, hogy Krisztus betöltötte a törvényt. Azt mondja Jézus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltörjem a törvényt, meg a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Mert bizony mondom nektek, hogy még az, amíg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egyetlen jóta, vagy egyetlen pontocska sem el nem múlik, ami bennem teljesen. Hát most vagyunk bajban, mert úgy vagyunk, mint a farizeus, hogy jó, mester, mondd már meg nekem, még a legfontosabb parancsol. És ennek a válasz, Jézus azt mondja, hogy szeret az Urat, a te Istened, teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből, és szeresd a feladatokat. Még ha meg is tudnánk azt tartani, hogy mint a gép, vagy mint sokan gondolják a farizeusok közül, hogy én végrehajtom akkor is, hogyha észrevétlen dolog, tudom a szív belőle. Szeretem az Isten? Ha csak eljött Isten tiszteletben gyermekkorodtól itt, amit mondtam meg, hogy vasárnap ételjen. Adakozom, de az hála áldozat, hogy leszek itt egy gombot, keresek egy 20-ast, vagy éppen egy lejmaradt meg ott valahol, amikor egy kirándulást, ott bedobom, hogy csörögjön, volt olyan, aki azzal dicsekedett, hogy fényszázas jó koppan. Tehát értjük, még nem elég megtartani, hogy szívből tudom megtenni azt. Kedves testvérek, eljutottunk a jó hírhez hozzá, hogy megjelent Jézus. És ő azt mondja, hogy én nem eltörölni értem a törvényt, azon semmi gond nincsen, hanem azért értem, hogy betöltsem. Nyugodtan lapozd át a négy evangéliumot, és keres olyan helyet, amikor Jézus védkezik a törvény ellen, vagy Isten ellen szeretetlen dolgot tesz, hogy a fele barátját nem szeretnék időn magát. Sőt, még inkább azt lehet elmondani róla, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja. És jól gondoltán megtette ezt. Most gondolj kérlek bele ebbe, hogy betölti ezt az időt. Betölti a törvényt. Sőt, amikor az emmausi tanítványokkal beszélget, és azok vakok meglátni azt, ami történt, akkor ezt olvassuk, avagy nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, és így menni be az ő örök dicsőségébe? És Mózestől és minden prófétától kezdve magyarázta nekik azokat az igéket, amik ő rá vonatkoznak. Nem csak, hogy a törvény tölti be engedelmesen Isten parancsának, ráadásul helyettünk, mert mi nem tudtuk, hanem azokat a jövendőléseket is, amelyeket Isten több száz évvel előtte megjövendőlt, ezt is betöltötte. Következő dolog, amit tudunk, lapozunk egyet, hogy a törvény vége Krisztus. Azért a vége Krisztus, mert neki duráltuk magunkat. Igyekeztünk. Neki feszültünk, megígértük, és jó esetben eljutunk Krisztusra.
Ez az egyéni életünkben és a zsidóság életében is egyszer csak egy találkozásra válik. És sokszor kérdezik, hogy Uram, mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerjem? És a válasz, egy az Úr Jézus. Egy nagyon fontos dolog az, ami velünk történik ezeken a vasárnapokon, meg a házi csoportokon, a bibliórákon, hogy kinyílik újra meg újra, hogy rossz módszert választottunk, hogy bejussunk az Úr képébe. Lapozzunk. Ezt már mindjárt elmondom, de képzeljétek el, amikor megfogalmaz az apostol a Római Levél 6. fejezetében, a 7. is, és ezt adolvasom föl nektek, hogy a hívő ember már nincs a törvény uralma alatt, erről majd következő hetekben lesz bőven szó, de most 6. fejezet 14. versét adolvassam. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Olyan felszabadító üzenet az, ami bontakozik ki. Nekünk nem a törvényt kell megtartanunk, hanem a kegyelmet elfogadnunk. Vagy a 7. fejezet 6. versében pedig azt olvasok. Most azonban miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének a régi rendjében. A hívő ember már nem szolgálja a törvénynek. Lapozzunk végéget és nézzük meg, mit tudunk meg még a törvényről. Az apostol azt tapasztalta, hogy a Galáciában ugye elkezdtek megint törvényeskedni. Nem volt mindegy, hogy ki hogyan viseli a haját, hogy mit teszi, hogy viselkedik Isten tiszteleten. Ilyen szabályokat állítottak föl, és egyszer csak azt mondja az apostol, és ezt hadd olvassam föl, hiszen a 3. fejezet 5. versében újra emlékezteti őket, hogy akik hallásból van. Eztelen galaták, ki idézett meg titeket, akiknek szemben úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit igényének a hallása alapján. Ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat, ha így volna valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hitigények hallása által teszi ezt. Kedves testvérek, az utolsó dolog, amit a mai igényedetésben szeretnék még megvilágítani nektek, az Luther Mártonnak egy csodálatos idézete, amit olvassunk. Mert mi azt gondoltuk, hogy amikor Isten nekünk adja a 10 parancsolatot, akkor azt azért teszi, hogy jobb emberek kérjük. Ha valaki parázna, akkor ezután nem paráználkodjon. Ha valaki lopott, ezután ne lopjon. Milyen jó lenne, nem? A 10 parancsolat bennünket teljesen más emberré tesz. Na, most jön Luthernek a megdöbbentő idézete, kérlek figyeljétek nagyon. A törvény lényege éppen abban áll, hogy rosszabbá, nem pedig jobbá tegye az embereket. Másképpen szólva, hogy megmutassa nekik a bűnüket, hogy annak ismeretében megalázza, megrémítse, megsértse és megtörje őket. És ezáltal a kegyelem keresésére és az áldott maga Jézus Krisztus megtalálására indítsa őket. Pont az ellenkezőjét gondoltuk. A törvényt azért adta Isten a kezünkbe, hogy megláttassa velünk, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk. Erőtlenek, kicsinkítőek, mennyire jelen van az életünkben a bűn.
És miután ezt megmutatta, összetört, megalázott, felszabadult, ellehetetlenítette a dicsekedésünket, egyszer csak felragyogtatta Krisztus. Azért, hogy a valódi megoldás ott legyen a kezemben. Végezetül lapozunk egy utolsót, és nézzük meg a mai igénket, hogy meg is tanuljuk. A törvény cselekedeteiből senki. Se te, se én. Senki. Nem fog megigazolni a jövőbe. Hiszen a törvényből csak a törvény felismerése a jövőbe. Ha figyeltél, akkor most kicsit annak kellene, hogy a törvényből csak a bűn felismerése a jövőbe. Én is hibáztam, amikor ezt elkészítettem, ezt a vetítést, meg te is ha nem vetted észre, de a lényeg az, hogy a törvény azért kellett, hogy feltárja Isten és szentesítsen vele bennünket, hogy a bűn jelen van az életünkben. Hogy oda vezessen bennünket Krisztushoz, a valódi megoldáshoz. Így fogjuk majd folytatni, ha Isten megengedi. Kedves testvérek, Kárfelelő énekül, énekeljük, énekelhetünk 32. oldalon található énekét. Örvendjetek, ne Istennek! Kinyíljanak az igék,
teljesen áthasson bennünket az evangéliumnak a jó híre. Most még annak a hatása alatt vagyunk, hogy mi sem vagyunk kivételek. Mi sem vagyunk különbek, és mi sem tudunk dicsekedni. Pedig azt gondoltuk, hogy különösek vagyunk is. Talán velünk is kivételt teszel. Köszönjük neked, hogy Krisztus itt van előttünk, itt akik megfeszítettek a mi bűnünkért. Szeretnénk egyszer csak eljutni oda, hogy teljesen elfogadjuk ezt az áldozatot, és felhagyunk a saját erőlködésünkkel, versengéssel, kivagyisánkkal, dicsekvéssel. Hiszük, hogy minden vasárnap és a házi csoportokban is, a videórákban is érint rá, kinyitod előttünk ezeket az igényeket. A mai napon hadd könyörögjünk te hozzád a városban lévő felekezetekért. Minden templomban, ahol hirdetés van, minden gyülekezet, amely ezen a helyen megtelepedett, Krisztus legyen a középpontban, semmi más. Könyörgünk a környékbeli gyülekezetekért, hogy kicsiben és városiban ugyanúgy Krisztus hirdetessék. Éha ajándékoz még bennünket azzal, hogy összegyűlhetünk, együtt dicsérhetünk, és egy jövő szombati női csendes napot is így hatózzuk elé. Áldjunk bennünket, amikor összegyűlünk. És könyörgünk te hozzád a Nagy Károly kertvárosi testvér gyülekezetünkért is, amely a mai nap szeretnénk megköszönni, hogy templom, óvoda és központ, hiszői központ épülhetett. Szeretnénk az örömünkben osztozni, együtt hálát adni. Várnak, hogy ez az új templom is, ami ott épült, dicsőségekre, évek épülésére, egyházad növekedésére tudja betölteni a funkcióját. Amen.